a veres tehén. Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, meg egy királyné. Volt nekik egy igen szép kisfiúk, Ferkónak hívták. Ez annyira szerette az anyját, hogy ónos untalan a nyomában volt. Úgy annyira, hogy néha a királyné maga is megsokalta ezt a nagy szeretetet, rá, -rá kiáltott, hogy mit csikókodol utánam. De ez sem használt semmit. Ferkó megfogta az anyja ruháját, s el nem eresztette, még ha agyonütötték volna sem. Egyszer beteg lett a királyné. Ferkó mindig ott virrasztott az ágya mellett. El nem lehetett onnan vinni sem szép szóval, sem fenyegetéssel. Mikor pedig meghalt az anyja, a házban is alig tudták megtartani. Mindig arra ment volna, amerre az anyját temették. Volt abban a városban egy özvegyasszony, annak volt három leánya. Ezek mindig csalogatták Ferkót magukhoz. Addig-addig csalogatták, hogy Ferkó megszerette őket. Addig kérte az apját, hogy vegye el az özvegyasszonyt, hogy a király utoljára ráállott, s elvette. Hely, szegény Ferkó nem is gondolta volna, hogy az ő jó állapota olyan hirtelen rosszra fordul. Mert alig, hogy hazavitték a mostoháját, mindjárt másképp bánt vele addig mindig tömte belé a legjobb ételeket. Aztán meg a korpa kenyeret is darabonként kézből adta neki. A maga leányai tejbe vajba füröztötte, még a szélre se eresztette ki soha. Szegény ferkót meg kicsapta a cselédek közé, mindig ott lakott. A király az ország dolgával volt elfoglalva, nem igen gondolt rá, hogy tartják a fiát, mit adnak neki enni. Hely pedig, ha tudta volna, hogy a felesége mindig azon mesterkedik, mi módon veszíthetné el Ferkót, hogy az ország az ő lányaira maradjon. Majd másképp vette volna ő is a dolgot. Egy reggel bement a király udvarába egy szép veres tehén. Ment egyenesen az istállóba, mint aki tudja a járást. Megállott a jászol előtt, csak hogy maga magának a szarvára nem kötötte a kötelet. A mindenesnek csak elállt szeme szája, hogy miféle isten csodája tehén az. Mit keres az ott? Szaladt egyenesen a királyhoz, és elmondta neki a dolgot. A király is megörült, amint meghallotta, mert a felesége már három nap óta azért nyelvelt rá, hogy kevés a fejős tehén. Megparancsolta, hogy kössék a többi tehén közé. Ha nem akad gazdája, jó lesz az is fejős tehénnek bekötötték hát az istállóba. Pedig az a tehén nem volt más, mint a meghalt első királyné, a Ferkó édesanyja, ki azért ment veres tehén képében a királyi udvarba, hogy a fiát táplálja, mert látta, milyen rosszul bánnak vele. Már egy nehány napig ott volt, de még nem segíthetett a fián, mert az felé se ment az istállónak. Hanem tán egy hét múlva oda ment be egy délben, hogy a maga ebédjét, a darab korpa kenyeret ott megegye. Az istállóban éppen senki se volt. A kis ferkó, amint észrevette, hogy senki sem látja, elkezdett sírni, de oly keservesen, hogy az ellenség szíve is megesett volna rajta. A veres tehén, amint meglátta, mindjárt magához szólította. Édes fiam, mondja neki, én vagyok a te édesanyád, Azért jöttem ide veres tehén képében, hogy téged tápláljalak, mert láttam, milyen rosszul bánnak veled. Ezután hát soha se edd azt a rossz kenyeret, hanem add oda a kutyának. Magad meg, ha megéhezel, csak gyere ide, majd jól tartalak én. Erre a szóra megfogta a jobb szarvát, lecsavarta, s olyan terített asztal termett oda, hogy a királyi palotában sem volt párja soha. Ferkó istenesen jól lakott, azután kiment. De az anyja erősen ráparancsolt, hogy el ne mondja senkinek a dolgot, mert akkor akármi úton módon, de elveszítik mind a kettőjüket. Nem is szólt Ferkó senkinek. De az fogva olyan piros posgás fiú vált belőle, hogy párját kellett keresni. A királyné sehogy se tudta elgondolni, mi dolog az, hogy Ferkó olyan egészséges, pedig egyebet se kap, mint korpa kenyeret. Az ő lányai pedig pecsenyével, kaláccsal élnek, mégis csúnyább színben vannak. A lányaitól is kérdezte, nem tudják-e ennek az okát, de azok sem tudták. Amint ott tanakodtak rajta, megint megy be Ferkó, hogy adjanak neki kenyeret, mert ehetnék. Odaadnak neki egy darabot. Perkó szalad vele egyenesen az istállóba. Azt mondja a királyné a legkisebb lányának. Eredj, leányom, nézd meg, hová teszi az a kölyök azt a sok kenyeret. Annak a leánynak, akinek azt mondta, csak egy szeme volt a homloka közepén. Mert azt még el is felejtettem mondani, ez a három leány olyan csodálatos teremtése volt az Istennek, hogy a legkisebbnek egy szeme volt, a középsőnek kettő, a legnagyobbnak három. Most hát az egyszemű ment le meglesni Ferkót. Elment az istállóig, megállott az ajtajában. Amint a veres tehén meglátta, rákiáltott. Gyere ide, gonosz anya lánya, hadd tartsalak jól! De elép, húny be a szemed! Majd ha kérdik oda bent, hogy kiad Ferkónak enni, meg nem mond, mert halálnak halálával halsz meg. Úgy se tudnál semmi bizonyost mondani, mert be volt húnyva a szemed, nem láttál semmit. Jól lakott a leány, hogy alig bírt mozogni, aztán felment az anyjához. Kérdezték tőle, hogy mit látott, de nem merte megmondani, csak azt mondta, hogy maga eszi meg ferkó a kenyeret. Leül a jászol mellé, úgy eszi, hogy majd megfulladt tőle. Azt mondja a királyné a középső leányának, akinek két szeme volt. Eredj le te, leányom! Több szemed van, hát ha többet látsz. Lement a középső leány is. Ez is megállott az istáló ajtóban, ezt is behitta a veres tehén. Gyere be, te gonosz anya lánya, hadd tartsalak jól téged is, de előbb behúnyd a szemed, hogy semmit se láss. Ha pedig oda valamit mersz mondani, halálnak halálával halsz meg. Úgy se tudsz semmi bizonyost, nem látsz semmit teleette magát ez a leány is, hogy majd kipukkant. Azután felment. De odafent ez sem mert mást mondani, csak azt, hogy maga Ferkó eszi meg mindazt a kenyeret. Megszólal erre a legöregebb leány, akinek három szeme volt. Édesanyám, majd lemegyek én, nekem három szemem van, jobban észreveszek akármit. Az anyja azt mondta rá, nem bánja, ha lemegy is. Lement hát a leány, s megállt az istálló ajtóban. A veres behívta ezt is. Gyere be, te gonosz anya lánya, hadd tartsalak jól téged is, de először húny be a szemed. A leány behúnyta a két szemét, de a harmadikat, amely a tarkóján volt, nyitva hagyta. Oda áll a veres mellé, hát látja, hogy lecsavarja a jobb szarvát, mire mindjárt olyan terített asztal kerekedik oda, hogy nem volt párja szélese világon. Jól lakott a leány. Mikor fel akart menni, erre is ráparancsolt a veres tehén, hogy meg nem merjen oda bent mondani semmit. De hiába volt az erős parancs, mert a leány, hogy mindent látott, alig várta, hogy felérjen a palotába. Mindjárt elmondta az anyjának töviről hegyire a dolgot. Jaj, édesanyám, nem csoda, hogy Ferkó olyan egészséges, olyan ételekkel, italokkal él az, amiknek mi még a hírét se hallottuk. Csak a jobb szarvát csavarja le az a veres tehén, aki pedig nem is tehén, hanem a ferkó édesanyja, az első királyné. Mindjárt olyan terített asztal terem a jászol elébe, amilyet még sohasem látott édesanyám. Ferkó csak úgy turkál a sok drága ételben. De már most azon gondolkozzunk, hogy veszítsük el azt a veres tehenet, mert ha azt meg nem öletjük, a nyakunkra neveli ezt a kölyköt. Megijedt a királyné, amint ezt meghallotta. Gondolkozóba esett, hogy miképpen kellene elveszíteni a veres tehenet. Azt tudta, hogy az urának nagyon kedves állatja. Nem egy könnyen lehet majd rávenni, hogy vágassa le. Addig gondolkozott, míg kitalálta abbal a furfangos eszivel. No, leányom, mondta a legnagyobb lányának így gondoltam ki a dolgot. Én most nehéz betegnek tettetem magam. Majd ha az uram hazajön a háborúból, mert éppen háborúban volt a király, mindenképp próbál meggyógyítatni. De én addig fel nem kelek az ágyból, míg a veres tehén szívéből nem ehetem. Mikor azt beszélte a királyné, a kis ferkó éppen ott hallgatódzott a kulcsukon. Leszaladt nagy ríva a veres tehényhez. Jaj, édesanyám, ezt meg ezt beszélik odafent. Feleri rá az anyja. Sose félj, édes jó az Isten, jó tád, majd gondodat viseli. De nem is hagyom én magam levágni. Hanem tudod, úgy tégy, hogy mikor ide hívják a mészárost, hogy engem levágjon, kérd az apádat, mennyire földre, hogy engedje meg, hogy te vágj le. Ha nem akarja megengedni, én nem hagyom magam megfogni, úgy aztán csak majd megengedi. Akkor te gyere mellém, emelt fel a taglót, de ne üss rám, hanem ha is messzire. Magad meg pattanj fel a hátamra, úgy elviszlek én, hogy sose lát többet ez a gonosz népség. Csak ugyanúgy történt a dolog, amint előre kicsinálták. Hazajött a király a háborúból, s nagy betegen találta a feleségét. Megijedt szörnyen, hogy már ez is meghal. Mindjárt összehívta az ország minden doktorát, borbéját, minden kuruzsló öregasszonyát, ha hogy tudnának rajta segíteni. Gyógyították volna is ezek a királynét mindenféle orvossággal, de nem lett semmi látszatja. Egy reggel behívatja a királyné az urát magához. – Hely, kedves uram! – mondja neki. – megálmodta ám az étszaka, hogy mitől gyógyulnék meg. De meg sem merem mondani, mert tudom, úgyse engeded megtenni. Pedig ha abból nem ehetem, harmadnapra meghalok. Dehogy nem engedem, meg kedves feleségem! Ami csak hatalmamban áll, mindent megteszek, csak te meggyógyulj. Mi lenne hát az, ami javulásodra szolgálna? Nem más, mint a veres tehénnek a szíve. Ha abból csak egy falatot tehetném, mindjárt meggyógyulnék. Ó, ha csak ez a baj, mindjárt levágatom azt a veres tehenet, délre el is lesz készítve a szíve. Bizennek kár is volt olyan nagy feneket keríteni. El is küldött a király mindjárt mészárosokért. Oda mentek a mészárosok, kivezették a tehenet az udvarra. Amint kiértek, elszabadult a tehén, sehogy se tudták megfogni. Szaladgált, öklelőzött, meg nem állott egy szempillantásra sem. A kis Ferkó oda ment az apjához, elkezdte kérni, hogy adassa neki oda a taglót, majd meglátják, neki megáll. A király eleinte rá se hederített, hogy mit beszél a fia. De hogy látta, hogy a vágólegények sehogy se bírnak a tehénnel, oda szól nekik. Ugyan, adjátok oda azt a taglót ennek a gyermeknek, hadd lássuk, mire megy vele. A kezébe veszi Ferkó a taglót, közeledik a tehénhez, hát úgy megáll, mint egy tőke. Elbámult mindenki, hogy mi lesz már ebből. Ferkó egészen mellé ment a tehénnek, felemelte a taglót. Már csak várták, hogy üti le a tehenet. Hát hirtelen elhajította a taglót, felpattant a veres tehén hátára, úgy elnyargalt rajta, hogy soha se látták többet. Hiába nyargaltak utána lóhátas emberek, még csak a nyomába se hághattak. Ettől az órától fogva mindenben szerencsétlen lett a király. A seregét megverték, elpusztították. Gulyája, ménesen mind eldöglött. ami csak volt, mindenének vége lett. Az asszony is pusztította, a három eladó leány is prédálta. Egy szóval, mikor Ferko elment a királyi háztól, az Isten áldása is ott hagyta földön futóvá lett a király is, a királyné is leányaival együtt. A veres pedig ment, mendegélt hetet hét ország ellen a kis ferkóval. Mindaddig ment, míg a király országából ki nem ért. Ott aztán megállott, leszállította a ferkót a hátáról. – No, fiam! – mondta neki. – Te maradj itt! Én elmegyek egy kicsit legelni, mert éhes vagyok. Ha addig keres valaki, mondja neki, hogy elmentem zöldsásnak zöldsás idejében zöldsás tenni. Ha pedig valami bajod lenne, nesze, itt van ez a síp, azt fód meg, mindjárt itt termek. Elment a veres tehén, de alig, hogy elment, mindjárt ott termett Ferkó mellett egy nagy farkas. No, te kutya, hol van az anyád? Elment zöldsásnak zöldsás idejében zöldsást tenni. No, ha hazajön, mondd meg neki, hogy holnap én velem a részhídra jöjjön viaskodni. Mihályt elment a farkas, mindjárt megfutta Ferkó a sípot. Ott termett az anyja. No, fiam, mi bajod? Hát itt volt egy nagy farkas, kereste kendet. Azt mondta, hogy holnap ő vele a részhídra menjen viaskodni. Hadd beszéljen, rá se hallgatok, hanem még egy kicsit elmegyek legelni, mert még nem laktam jól. Alig ment el, megint ott termett egy nagy medve. No, te kutya, hol van az anyán? Elment zöldsásnak zöldsás idejében zöldsást tenni. No, ha hazajön, mondd meg neki, hogy holnap én velem az ezüsthídra jöjjön viaskodni. Megint megfutta Ferkó a sípot, ott termett az anyja. No, fiam, mi bajod van megint? Hát itt volt egy nagy medve, kereste kendet, azt mondta, hogy holnap ővel az ezüst hídra menjen kend viaskodni. No, fiam, csak ennél nagyobb bajt ne adjon az Isten soha, akkor még jó lesz. Ha nem, még egy kicsit elmegyek, mert mégsem laktam jól. Alig, hogy elment, ott termett egy nagy dühös oroszlán. No, te kutya, hol van az a csatrangós anyád? elment zöldsásnak zöldsás idejében zöldsást tenni. No, ha hazajön, mondd meg neki, hogy itt voltam. De most, ha ezer lelke van is, meg kell neki halnia. Holnap én velem az aranyhídra jöjjön viaskodni. Megfújja Ferkó a sípot, ott terem a verestehén nagy sárosan, elfáradva. No, fiam, megint baj van. Baj bizony, édesanyám, itt volt egy nagy dühös oroszlán, azt mondta, hogy ő vele holnap az Aranyhídra menjen viaskodni. No, fiam, ha ez is ellenem van, meg kell halnom. Avval a dühös állattal nem bírok. De majd, ha holnap kimegyünk az Aranyhídhoz, gyere ki te is, állj meg a híd mellett. Mikor majd én látom, hogy csak ugyan felül kerekedik az oroszlán, elhajítom a jobb szarvam. Te azt kapt föl, szaladj el vele de belenéz, míg valami nagy várost nem érsz. Ott aztán belenézhetsz, majd meglátod, mi lesz belőle. Másnap elbúcsúztak egymástól, kimentek nagy szomorúan az aranyhídhoz. Már akkor ott várta őket az oroszlán. Összecsaptak a veres tehénnel, sokáig viaskodtak, utoljára az oroszlán kerekedett felül. Akkor a tehén elhajította a jobb szarvát, Ferkó felkapta, szaladt vele, míg egy város alá nem ért. Ott belenézett. Hát hiszitek, nem hiszitek, olyan nagy júnyá jött ki belőle, hogy nem látszott széle hossza. Na, hiszen, nagy volt szegény ferkónak a baja, nem tudta, hogy mit csináljon avval a sok juval. Maga nem tudott velük bánni, juhásza meg nem volt. Amint így töprenkedik, oda megy hozzá egy nagy kutya, s azt mondja neki. Látom, gazduramnak nincs juhásza. Fogadjon meg engem, majd megőrzöm én a nyájat. Nem bánom, feleli Ferkó. Hát mit kérnél? Ha megengedné gazduram, hogy hat juhot megegyem, akkor beszegődném. No, nem bánom, hanem aztán hűségesen szolgálj. Hozzáfogott a kutya az evéshez, de mire a hatodikat tette volna, kipukkant. Megint juhász nélkül maradt Ferkó, Különben is nagyon szomorú volt szegény, hogy így magában maradt, senki sincs a kerek ég alatt. Ezt még jobban elvette a kedvét. Amint ott búslakodik, oda megy egy farkas. Ennyi, de szomorú gazduram, mondja neki. Bizony nem is lesz nékem jó kedvem ebben az életben soha. Látod, most sincs juhászom, akire ezt a nyájat bízhatnám. Az bizony nagy baj, de tudja, mit, gazduram. Gondoltam én egyet. Azt mondja Kent, hogy soha se lesz többet jókedve. Én hát beszegődöm juhásznak. Meg is őrzöm a nyájat hűségesen, ha megígéri Kent, hogy mihelyt legelőször jókedve lesz, nekem adja a fejét. Itt a kezem, felelt rá Ferkó, mert maga is azt gondolta, hogy neki már nem is lehet soha többet jókedve. Attól az órától a farkas őrizte a nyájat hűségesen, mert úgy gondolkozott, hogy majd csak lesz egyszer jó gazdájának jó kedve, akkor aztán megeszi, s a nyáj is ő rámarad. Ferkó pedig eladott egy csomó juhot, s az árából nagy palotát csináltatott. Élt nagy uraságban. Lakott abban a városban egy igen gazdag király. Nem volt neki több gyermeke, csak egyetlen gyönyörűséges szép leánya. A király egyszer nagy bált adott, Ferkót is meghívta. El is ment Ferkó, csináltatott magának egy gyöltöző aranypaszomántos ruhát, magára vette, úgy ment el. Mikor belépett az ajtón, mindenki rábámult. A sok herceg kisasszony mind azt egymásnak, hogy még ilyen szép legényt nem látott. De Ferkó rájuk sem nézett, hanem ment egyenesen a király kisasszonyhoz, táncba hívta, tánc után meg beszédbe vele. Elmondta neki az egész élete történetét, hogy ő is királyfi, meg mindent, ami csak vele történt, s úgy annyira beleszerettek egymásba még akkor este, hogy felfogadták, hogy soha többet el nem hagyják egymást. Másnap meg is kérte Ferkó a királytól a leányát. Az beleegyezett, megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak. Hanem mikor legjobban mulattak, betoppan a farkas, mondja, hogy ő a vőlegény fejéért jött akkor jutott Ferkónak eszébe a fogadása. Nagyon megijedt ő is, a mennyasszonya is. Szaladtak nagy ijetten a királyi apjukhoz, s elmondták neki a dolgot. No, csak maradjatok itt, majd kifizetem én a farkasuramat. uramat. Avval kiment. Volt neki kilenc nagy komondora. Azoknak odaadott kilenc búza kenyeret. Mikor megették, ráúszította őket a farkasra. Úgy széttépték, mint a semmit akkor nagy lakodalmat csaptak, még most is élnek, ha meg nem haltak.